mi MR készülékünk, amelyel most is még dolgozunk, és még néhány napig fogunk dolgozni, ezt csak azért mondtam előre, bocsátom az időpontok miatt, ez a készülék, ez már 12 és több mint 12 éves, tehát gyakorlatilag ez már egy matuzsálem korú készülék. Ennek a régi MR készüléknek a lecseréléséről tartottak sajtótájékoztatót a Józs András Oktatókórházban. Újabb pályázatot nyert az intézmény, mint egy fél milliárd forint értékben. A jelenleg működő eszközt kiveszik a helyéről, a helyszínt pedig átalakítják az új eszköz igényeinek megfelelően. A csere és az átalakítás ideje alatt szünetel majd az MR vizsgálat Nyiregyházán, sürgős esetben a Debreceni Klinika végzi el a vizsgálatokat. Ez a KEO pályázat, ez azt jelenti, hogy olyan orvosi műszereknek a cseréjére volt lehetőség, ahol minimum legalább 15 energiát meg tudunk takarítani. Na most hát ugye azért az egészségügy tele van régi gépekkel, mi is tele vagyunk régi gépekkel, és hát öröm volt az, hogy ennek a régi, már több mint 12 éves MR készülékünknek a cseréjére lett lehetőség. Egy 100 os intenzitású, támogatási intenzitású pályázat keretén belül. A másfél más új gép már nagyobb felbontású képeket fog tudni készíteni. Előre láthatólag november 18-án érkezik meg a berendezés a kórházba. Kun József projektvezető elmondta, mit tartalmaz a bruttó 570 millió forintos összköltségű pályázat. Tartalmaz egyrészt a, a műszernek az árát, ez egy csúcs technológiás les MR, illetve azokat a járulékos költségeket, amik ahhoz szükségesek, mondjuk felújítás, egyfajta építési beruházás szinten, hogy ezt az új készüléket a régi helyére, a régi kubatúrába be lehessen helyezni, illetve ott működtetni lehessen. Ez egy nagyságrendig a 60 millió forintos elem, november 6-án reggel áll le a vizsgálat a régi géppel, és december 7-én indul újra. Az új berendezéssel sokkal egyszerűbbé válik a betegségek kiszűrése, mondta el dr. Horváth Katalin, a radiológiai osztály osztályvezető főorvosa. Említettem, hogy a nagyobb térerő jobb minőségű képpel jár, rövidebb is lesz a vizsgálat, tehát a beteg számára ez már kényelmes lesz, hogy rövidebb ideig kell abban a viszonylag zárt térben feküdni. Bizonyos új vizsgálatokat lehet majd ezáltal bevezetni, hogy ez egy másfajta szoftverekkel rendelkező készülék lesz, Bizonyos érvizsgálatokhoz nem kell kontrasztanyagot adni, aminek ugyan az emberben minimális a kockázata, de nem kifogástalan vese működés esetén mégiscsak van kockázata. A sajtótájékoztatón azt is elmondták, hogy a kórház teljes területén befejeződnek a kivitelezési munkálatok és az eszközbeszerzések december 20-áig.